ezek is ilyen 450 dinártól 550-ig. Turkálóban vásárolni menő vagy ciki? Az egyik szabadkai használt ruha kereskedő szerint fellendülőben van az üzlet. Boltjában nagyon sokan fordulnak meg naponta. Hát nálunk egyre többen, tehát Szabadkán egyre több használt ruha üzlet is van, és ennek egyre jobban örülünk, mert egyre jobban szeretnek az emberek vásárolni turkálókban, és szeretnek jön érdekességeket találni, így élvezik az emberek. A vásárlók számára általában az árak is kedvezőek. A nyári felsők ára 150 dinártól 550 dinárig terjed. A népszerű nyári ruhák 450 és 650 dinárért vihetők el. Rövid nadrágok pedig már 200 dinártól kaphatók. Nagyon szép darab, szerintem ez olyan 350-400 dinár körül van. Ez már egy másik bolt. A ruhaneműt magyarországi nagykereskedésekből szerzik be. Oda viszont Angliából és Németországból érkeznek a ruhák. Nálunk minden kilóra megy, tehát van 980 dinártól, és akkor fölfelé mennek az árak, attól függ, hogy micsoda, tehát hogy milyen áruról van szó. Nagyon sok olyan vásárló van, aki rendszeresen látogatja a használt ruhaboltokat. Ők általában a választékkal és az árakkal is elégedettek. Az sem mindegy, hogy mikor megyünk el egy-egy turkálóba, ugyanis új árut általában a hét elején kapnak a kereskedők. Azonban olyan vásárlók is akadnak, akiknek még mindig vannak fenntartásaik a használt ruhákat illetően. Üzletben szoktunk vásárolni. Turkálóban nem éppen, mert használt dolgok az nem valami jók. A használt dolgok azok az olyan gyéj dolgok, mint ahogy szondál is tetszik látni. Szondált is vetni, és már elszokott. Úgyhogy az ember, ha vesz, akkor vegye vagy újat, vagy ne vegye használtat. Leginkább a gyermekruházat iránt van kereslet, állítják a boltosok. Mivel a kicsik gyorsan kinövik a ruhákat, a szülők szívesebben adnak túl azokon.